Jó estét kívánok! Hát még Schmidt Pál esetében sem láttuk azt a rekordgyorsaságot, amivel most a két kormánypárt köztársasági elnököt vált cseréje. Gyakorlatilag egy hónap alatt úgy tűnik, hogy lezajlik ez a folyamat, és Súlyog Tamás az új jelölt, és ez a civil pályán első témája, és hogy kikkel beszélgetünk ma este. Itt van velünk Bódis Kriszta, Zsolt Péter, Bot Péter Ákos, illetve visszatért a téli szabadságáról Magyar György. Köszönöm szépen a meghívást. Mindenkinek, hogy itt van. És hát amint kiderült, hogy nem Trócsányi László, nem Varga Mihály, nem Merkeli Béla, nem Kövér László, rengeteg név elhangzott a minikasting során, hanem Súlyog Tamás a jelölt, azonnal elkezdték őt egyrésztről védeni kormány oldalról, hogy miért jó jelölt, másrésztről támadni ellenzéki oldalról, hogy miért rossz. Összefoglaltuk ezeket a kritikákat, meg ezeket a véleményeket. A kormánypártok elfogadták az alapszabály szerint a Fidesz elnöke által tett javaslatot, és dr. Súlyog Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk köztársasági elnöknek. Jelentette be Kocsis Máté a Fidesz-KDNP frakciülését követően. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott. Az Alkotmánybíróság elnöke a legmegfelelőbb jelölt most, aki nagy tekintélyű ember. Ha diplomatikusabban akarok fogalmazni, akkor azért megfelelő, mert támadhatatlan, kikezdhetetlen. Ha kevésbé diplomatikusan, ahogy azt néhány elemző tette, akkor azért, mert szürke és jellegtelen? Én gondolom, sok oldala van ennek a kérdésnek, a kollégák majd meg fogják világítani, én hagyj mondjak kettő mondatot. Biztonsági játékra törekszik a Fidesz, nem kockáztat. Olyan jelöltet jelölt, akinek a jogfolytonossága, hogy így mondjam, biztosított. Nincs mitől tartani. De szakmailag, ügyvédként, jogászfejjel jó jelölt? Én ezt nem tudom megítélni. Ügyvédként biztos jól látta el a munkáját, mert látjuk az életrajzából, hogy komoly megbízásai voltak. Az, hogy Fidesz oldalról jöttek a megbízások, az egy másik kérdés. Az ügyvéd nem szokta megválogatni azt az ügyfelet, hogy honnan érkezik. Én magam képviseltem Simicska Lajost, és semmi bajom nem lett. Mi ugyanis az ügyet képviseljük, nem az ügyfelet. Mi által ezzel semmi baj nincs. Az, hogy szakmai reputációja van, ez biztos. Hogy elő tudott lépni, és alkotmánybíróból alkotmánybírósági elnök lett, ez is biztos tudást jelent. Oktat az egyetemen, ezek mind-mind pozitív elemek. A kötődése és az alkotmányos berendezkedésből fakadó elvárások megkérdőjelezése, az pedig álláspontom szerint idejekorán. Meg kell látjuk, hogy hogyan működik, hogy illeszkedik. Voltak jó példák a köztársasági elnök előzmények világában, ugye? Ismerjük Sólyom Lászlót, aki szintén alkotmánybírósági elnökként lépett elő, gondolkoztott, pedig híve volt ő a láthatatlan alkotmánynak, amit a jogászok nehezen tudtak értelmezni, de ennek ellenére ragyogó elnök lett belőle praktikusan. Láttuk Göncz Árpád működését, és láttuk a többieket. Ő álláspontom szerint meg kell várni működésképpen, hogy alakul. Nagyon érdekes, amit idéznek tőle, hogy a politikai kritika rajta nem fog, most nem idézek pontosan, mert hogy ő nem politizál, vagy a politika őt nem érdekli. És ez így megragad bennem, mert nekem pont az a problémám, hogy sokan mondjuk azt, hogy sokan körülöttem mondják azt, vagy az emberek között, ez egy ilyen elterjedt dolog, hogy politika az nem jó dolog, az mocskos, nincs is közünk hozzá, bármit csinálunk úgyse, kerül be az a politikai térbe. És ez egyszerűen egy tévhit, ugyanis mindannyian politizálunk, akkor is, amikor nem politizálunk, amikor passzívak vagyunk, akkor nem, akkor a nemünk az, ami, mármint a nemet a togadás, mondás, az a ami... Igen, tehát ez a Navalnyos, meg Björk, meg Stuart Milos idézet, hogy ha nem teszünk semmit, akkor ugye a gonosz diadala, az, ha nem teszünk semmit, akkor az kikövezi az utat a gonosz diadalához. Ez most a saját fordításom, de hogy ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Tehát, hogy nekem az engem megüt, hogyha valaki azt mondja, hogy nem politizál, mert ilyenkor mi nem pártpolitikára gondolunk, hanem arra, hogy a közjóért felszólalni, a jóért megszólalni. És ez szerintem mindannyiunknak a feladata és kötelessége. És azt képzelem, hogy egy köztársasági elnöknek is. Én akkor ehhez csatlakozom.
a politizálás és a rendszer között az a kapcsolat, hogy minél diktatórikusabb egy rendszer, annál inkább rákényszerül az egyszerű állampolgár is, hogy odafigyeljen arra, hogy mit akar a politika, mert ha valami nem olyat csinál, amit elvárnak tőle, akkor megütheti a bokáját. És fordítva, a nagyon demokratikus rendszerekbe kivonhatom magam a politizálás alól, úgyhogy mivel ezen a skálán nem a nagyon demokratikusak közé tartozunk, ezért nincs is neki lehetősége, hogy ne figyeljen oda a politikai irányra. Egyébként, hogy a jelölt jó-e vagy sem, én inkább onnan közelítenék, hogy a Fidesznek van egy tanulási folyamata, mindig nézi, hogyan tudja a hatalmat jobban bebiztosítani. Ez egy teljesen elfogadható politikai szempont, és most megtanulta azt, hogy olyan jelöltet kell választani, aki jogilag is toppon lesz. Nekem nincs különösebb véleménye, benyomásom, a Súlyog Tamást nem ismerem, Súlyog Dezsőt emlékszem, volt egy kisgazdapolitikus, Súlyog Béla is volt a Nemzeti Bank elnöke, én nem ismerem, nem tudok állást foglalni. Ebben érzek egy kis védekezést, egy ki nem mondott, vagy kimondott támadásra szembeni védekezést, hogy én nem politizálok. Ez nagyon nem szeretem ezt a mondatot az utcemberétől, mert az azt jelenti, hogy nekem nagyjából mindegy, egy ilyen közszereplőnél tényleg furcsa, de azt gondolom, hogy ez egy védekezés azzal szemben, amit te mondtál, hogy hát őt el tudják helyezni a politikai spektrumban, hát nem véletlenül került oda került, és hát a nem fideszes országrész azt gondolja, hogy a Fidesz választott magának egy elnököt. Egyébként választott magának egy elnököt, hát most ne kerüljük ki ezt. És valószínűleg egy üzembiztosabb, mint akár egy volt olimpikon. Már most ugye, jó, vagy akit még választhatott volna a lehetséges jelöltek között. Ha már itt felmerült a lehetséges jelöltek köre, akkor vagy legyek egy kicsit személyesebb egy kérdéssel, mert ugye Bot Péter Ákos is egyszer részese volt egy ilyen nem államfői miniszterelnök jelölti castingnak. Ez ilyenkor milyen? Hát az egy speciális helyzet volt, és megoldódott 3 óra alatt, mert kiderült, hogy csak akkor ment volna a dolog, ha mind a két párt egyformán nagyon szereti, és nem szerette egyformán. Nem tudom, hogy ez hogy történik. De ha már szóba hoztad, akkor mikor megkérdeztem azt, aki engem fölhívott vasárnap este, hogy menjek át hozzá a budai lakásra, hogy miért pont én? Miért nem? És akkor mondtam két nevet. Azt mondja, bemértük azokat. Na most ebből az is kérdődsz, hogy bemértek engem. Igen. Tehát bemérték. Hát és akkor az ember nem tudja azt, hogy engem egyébként most éppen az előző órákban vagy napokban bemértek. Igen, tehát ez a nemzetbiztonság lényege, hogy nem tud róla. Csak közvéleménykutatásról. Akkor is. Nem, hát egy 500-as mintát, nem tudom, hanyas mintát kell venni, 800-as mintát, és akkor abból elég jól meg lehet állapítani, hogy illető A, B, és a gondolom mögötte levő kockázati tényezők. Persze. Én például mondtam akkor annak, hogy de hát én éppen válófélben vagyok. Nem baj az, ennek a társadalomnak még az is jó. Csak azt megmondták, hogy kit vegyél el feleségül. Nem. Hogyan váljál? Ez lehet, hogy ma már nagyobb kockázati tényező lenne, mint akkoriban. Egy független embernek ezt nem lehet mondani, függőnek lehet mondani, azt hallottuk Magyar Pétertől, akit szintén nem ismertem előtte, és most kénytelen voltam, vagy hát örömömre megismertem. Így kell népszerűségre szerteni. És az ország jelentős része, ez a 2 milliós nézettség egy műsornak, vagy egy adásnak, azt gondolom, hogy az társadalomformáló tényező. Na, de menjünk vissza azért az államfőhöz, aki a nemzet egységét fogja megtestesíteni, és a jogállam tettén ott ül, és biztonságban élhetünk, hogyha ő szól, ha valami nem jól megy. Utána Péter, melyik jogállam tetején ül? Hát én most a tankönyvet elmondtam. Ja, az úgy rendben van. Ha nem Magyarországról beszéltem, akkor nem. És pont ide akartam még kiukadni, hogy ez a végtelenül elkoptatott kifejezés, hogy a nemzet egységét képvisel, ez mit jelent? Ez egy pártusz. Van ilyen Magyarországon, hogy a nemzet egysége? Hát van, csak nagyon szűk. Mert ha van, akkor mondjuk sokan azt mondták, hogy igen, a nemzet egysége mondjuk azzal kapcsolatban, ami a kegyelmi kérvénnyel kapcsolatban történt, volt.
csak ez szembe ment azzal, amit a NER képvisel. Ez egy alkotmányos pátosz, ami onnan van átemelve, a közélet másképp értelmezi, mint ahogy ezt eredetileg elgondolták, de miután nálunk tényleg speciális az államfőnek a szerepe és a hatásköre, ezzel szoros összefüggésben ezt a burkot úgy rá lehet húzni, hogy működik vagy nem működik. Meg szociológiailag a legkevésbé elutasított ember az is lehet egy jó választás, és szerintem most erről van szó. Mert itt a tekintély is hangsúlyozva van, tehát ez egy érdekes dolog, hogy engem érdekelnek azok az értékek, ami mentén egy köztársasági elnököt választunk, vagy választunk, hát én nem szóltam bele, mint a nemzetből kimaradt lény. De szerinted jobb lenne mondjuk közvetlenül választani? Én egyébként tudom, hogy ennek megvannak a jogi hátrányai, de tulajdonképpen engem érdekelne egy ilyen, vagy kipróbálnám, hogyha úgy tényleg megmérnék nem csak a Fidesz szavazókat, hanem ugye az országot, akkor milyen típusú embereket, milyen értékek mentén választanak az embereket, még egy kísérletnek is érdekes lenne. Próbáltunk ilyen kísérletet preferenciális rendszerrel, úgynevezett jó szándéki alapon, azt nézni, hogy kinek megvan a szimpátiája, egy szimpátiaszavazás kezdeményezett a Civil Választási Bizottságnak egy alváltozata tekintélyes emberekkel, civil államfőjelölő bizottságként kezdtünk el működni, majd a 2021-es előválasztást követően azt a tájékoztatást kaptuk az érintettektől, hogy ne zavarjuk bele most a nagy választásba, szépen húzódjunk helyre, nincsenek itt az ideje, de ez folyton-folyton föllángol. Ez tulajdonképpen egy kutatás is lehetne, nem? Erről szól. Ezt akartuk látni. Legyen alternatív köztársaság elnöke az ellenzéknek még akkor is, ha a jelen szituációban nem tud választani. De ők még ebbet sem tudnak megállapodni. Legalább jelöltek legyenek, mert szerintem... Ezt próbáltuk meg, de velünk van a baj civilekkel, mert naívak vagyunk. Rosszkor, rossz időben. Kétharmadnál nincs jelentősége annak, ne haragudj, hogy az ellenzék állít, bárki a legjobbat állíthatja, aki tényleg a Nemzet Egység 98%-os támogatottság, a 133 bátor ember másként dönt, akkor az egésznek vége. Úgyhogy mindig a kétharmadra hivatkozni... Most hivatkozok. Azért, jó. Hát de ilyen alapon nem sok mindennek van értelme, amit az ellenzék csinál. Tehát, hogy akkor... Abból a szempontból mindenképpen az, hogy fenntartani egy ilyen társadalmi párbeszédet erről a kérdésről, arra tökéletes egy ilyen alkalmas, és nem mindig csak bólogatni és beletörődni, hogy hát úgyse tudunk semmit csinálni, hanem legalább beszélgetünk. Az más egy beszélgetés, hogy hogyan kell elnököt választani, és más, hogy ebben a szituációban érdemes-e X párt. De ez is jó, mert erről is lehet beszélgetni. Van egy fontos eleme ennek. Az alternatív köztársasági elnök, ha létezne, mert az kutatásokból fakadóan kiválasztódott volna Pityi Palkó, nem mondok neveket, ő meg tudta volna mondani, hogy abban a pozícióban, ami most történt, vagy abban a szituációban, ő hogy döntött volna. Tehát egy alternatív felületet biztosít, akkor is, ha nincs pozícióban. Tudunk ellenpontokat, tudunk megoldásokat. Adtál volna kegyelmet, kedves alternatív. Te abban a helyzetben lemondtál volna, kedves alternatív? Szerintem ebben a helyzetben szerintem nem jó mérce egy ilyen, mert hogy nyilván több információ áll, vagy más információk állnak egy ilyen kérdés mögött egy alternatívnak, meg utána már könnyű okosnak lenni. Szerintem nem ezekben a helyzetekben érdekes, de mondjuk az, hogy úgy mond véleményt társadalmi jelenségekről, mint egyébként megválaszthatott volna engem a nép köztársasági elnöknek, úgy már érdekes, mint véleményformáló. Azt szerintem érdekes, mint ahogy az árnyék kormányokat is csinálják. Ez nem akarok hozzászólni, de még egy aspektusát hagyj vessem föl, mert tartottam tréninget diákok között, és eltelt közben 20 év, és az egyik szerepjáték, amit kiosztottam, az a köztársasági elnök szerep volt. És hogy milyen erősen hat, akár tudatalatt a diákok számára az, hogy milyen a valódi köztársasági elnök, ami Göncz Árpád volt a köztársasági elnök, addig a diákok úgy vették föl ezt a szerepet, mint egy kívülálló, a nemzet egységét megtestesítő, békítő szándékkal mediáló akárki, és amikor meg Schmidt Pál volt a köztársasági elnök, úgy vették föl a szerepet, hogy ők nem is szóltak bele azokba a játék döntésekbe, amik voltak, és elfogadták a miniszterelnöknek. Szóval én ezt nem gondoltam volna, hogy ekkora hatása van a valódi köztársasági elnök viselkedésének
az, hogy aztán az hogyan csapódik le a társadalom széles rétegeiben. Tehát van felelősség. De ez engem is megerősít, mert hogyha volna egy alternatív köztársasági elnök, akkor az ő mintája is lehetne ilyen mérvadó, és akkor lehetne választani, és az ezért még jobban mozgásba hozná a gondolkodást. A nagyok megülték ezt a gondolatot, mi csak próbálkoztunk. Akkor csak kutatást kell csinálni. Igen, ugye mondjuk egy alternatív jelöltnek lényegesen korlátozottabbak a lehetőségei arra, hogy megmutassa az alternatíváját, ez mindig. Hát a véleménynyilvánítás szintjén, és hogyha az újságírók hát mondjuk figyelnek el. Hova jut el, ugye az akkor a vélemény. De persze, én csak erre gondoltam. Értem. Nyilván másra. Lett volna reputációja, és lett volna közhatalmi háttere, hogyha a nép megválasztja egy választásra, vagy egy előválasztásra. Második témánk, ami szorosan összefügg az elsővel, az az, hogy sok-sok fejlemény történt a Bicskei Gyerekotthonban történtekkel, illetve a kegyelmi döntéssel kapcsolatban is. Például az, hogy múlt héten megígérte Karácsony Gergely egy főpolgármester, hogy lesz egy fővárosi vizsgálat arról, hogy miközben jelzések érkeztek a fővároshoz 2011-ben már arról, hogy valami nagyon nem stimmel a gyermekotthonban és az igazgató körül, mégis később kaphatott fővárosi elismerést és egyébként állami elismerést is az igazgató. Ma kiderült, hogy mire jutott ez a vizsgálat. Elkészült a fővárosi jelentés, eszerint hivatalszerűen, de helytelenül jártak el a bicskei pedofil igazgató kitüntetésekor. Karácsony Gergely Facebook posztjában azt írja, már 2011-ben, 5 évvel a feljelentések előtt tudta a fővárosi fideszes városvezetés, hogy mi folyik a bicskei gyermekotthonban, mégsem tettek semmit. A főpolgármester bocsánatot kért a korábbi városvezetés helyett, és bejelentette, az ügyben vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, hogy, ahogy fogalmaz, tisztázzák a politikai felelősséget. Ugye egy fontos kulcsszereplő, és érdekes, hogy mit mond a történetben Csókai László, aki ugye akkoriban volt a fővárosi önkormányzat gyermekvédelmi osztályának a vezetője, és azt mondja, hogy kapták ezeket a jelzéseket, és azonnal továbbították a rendőrségnek, és a rendőrség ugye 9 hónap nyomozás után lezárta ezt, anélkül, hogy ezt továbbította volna a bíróság felé, és ő azt mondja, hogy ennél többet nem tehettek, és nyilván, mivel ennek nem volt nyoma a későbbi dokumentumokban, mert hogy nem volt még bíróság, és szakba sem jutott el, nemhogy ítélet, ezért egy teljesen sima rendszeren, futószalagon mentek át ezek a kitüntetések. Mert hogy a gyanú, meg a pletyka, meg a szóbeszéd, még akkor is, hogyha ezt gyerekek megerősítették, nem volt ott a dokumentumokban. Ezt én értem, de azért volna két kérdésem. Az egyik az, hogy ez egy olyan díj, amit Budapest kerületi oktatók, óvodapedagógusok is kapnak. Miért került egy ilyen díj Bicskére? Hát mert ugye fővárosi fenntartású volt. Akkor kaptam egy választ rá, de most megnéztem, hogy most kinek adták ezt a díjat, és csak Budapest kerületiek kapták. Tehát akkor ezt most megtudtam. A másik az, hogy Tarlósnak is volt egy észrevétele, ő meg azt mondta, hogy Balogh hogy tud emlékezni egy ilyen jelentéktelen díjnak a kiadására? Ez volt a reakciója. Tehát, hogy itt azért a háttérben már lehetett sejteni, hogy valamilyen politikai szándék van a díj odaadása körül. Ha már Tarlós is azt mondja, hogy ez erre nem lehetne emlékezni egy ilyen dologra. Az a szomorú ebben a történetben, hogy még mindig nem tudjuk, hogy igazából mi történt, és itt egy majdnem tizenix év elmúltával azért elég sok minden történhetett, amihez azt hiszem jogunk van, hogy tudjuk állampolgárként, nem beszélve arról, hogy minimálisak lettek a következmények tulajdonképpen, mintha egy ilyen gyönyörű dobozban rohadt volna valami, és akkor abból egyszer csak így kifolyt volna. Tehát ez nem olyan hiba szerintem, ami arról szól, hogy valaki valamit nem vett észre, hanem egyszerűen kifolyt a rohadás a dobozból, és hát a sajnos már láthatóvá vált. Tehát, hogy én ezt így látom. És ez nagyon nagy probléma, hogy nem látjuk még mindig, hogy abban a dobozban mi rohad, mert szerintem elég sok minden, és sok hibát el lehetne kerülni. Ez az egyik észrevételem. A másik, hogy hát ennyit a díjakról.
aki eddig díjakat kapott, az tudja róla, hogy az nem csak, hogy a felterjesztés problematikus, hanem aki aláírja, el se olvassa, mert azt mondta, Rózsa tudta, hogy el se olvassa, még jelentéktelen díj, hát köszönöm szépen, én kaptam egy pár díjat életem, én mindig éreztem, hogy amúgy jelentéktelen díjakat kapok, de hogy ez is szerintem egy tragédia, tehát az, hogy nincs értéke ennek a dolognak, zárója bezárva. A harmadik, hogy ugye itt a főosztályvezető, ha jól olvastam, akkor a rendőrségre küldte az igen. ügyet. És a rendőrségen pedig kiderült, hogy Kónya Endre volt az, aki a gyerekekkel beszélgetett, mint gyám. Tehát, hogy, és ezt nem azért mesélem, mert hogy milyen érdekes, hanem azért, mert ennyire nem tudjuk, és ennyire nincs szakmaisága a gyermekvédelmi ügyeken belül a pedofil vagy a szexuális zaklatás, meg szexuális ragadozók, pedofilok, két különböző dologról beszélünk, elkülönítésének. Mindenkinek nagyon ajánlom, a Intalóvon Alapítványnak van most egy másfél órás képzés, ami egy teszttel kezdődik. Azt méri be, hogy mennyit tudunk erről a témáról. Iszonyúan szégyellem magam. 40%-osra írtam ezt a tesztet. 40%-osra. Pszichológus vagyok, érdekel a téma. Még a 2004-ben volt egy nagy gyermekvédelmi kutatás, amiben át akarták alakítani a gyermekvédelmi rendszert. Herzog Mária volt amúgy ennek az egyik vezetője, és én ezt végigjártam, rengeteg ügyel találkoztam, írtam belőle egy regényt, tehát tudnom kellene. Aha. Magyarán nagyon nagy baj van, ezeket nem lehet majd törvénymódosításokkal, meg törvényekkel kezelni. Itt igenis edukációra van szükség. Ez az ember az egyetemen gyermekvédelmet tanított. Észlelő jelzőrendszert a gyermekvédelembe. Óvodai, iskolai, szociális munkát és gyermekvédelmet. Csak hogy értsék. Az az ember, aki nem tudta rávenni, vagy érvényesíteni a rendőrség felé ezt a problémát. És azt mondja, bocsánat, ezt muszáj végigmondanom, tudom, mert... Tudom, mit akarsz mondani, ezt akarom idézni. Az idézett szó szerint? Tudom, akkor idézni átadom. Szó szerint. Egyrészt egyébként ő azt sikerként könyvelt el, hogy elérte azt, hogy akkor az igazgató kiköltözött az otthonból, amíg a vizsgálat zajlott. Hát mert szabadságra küldte ő, igen. mint a felettese. Szóval, hogy ami miatt a múlt időn megállja a helyét, ugye, mert már nem tanít a Pázmányon, az, hogy a Népszavának adott egy interjút Csókai László, és úgy fogalmaz, amikor megkérdezik, hogy mennyire volt jó gyermekvédelmi szakember, aki egyébként zaklatta a gyerekeket, hogy külön kell választani a dolgokat. Úgy gondolom továbbra is, hogy szakmailag értett a gyerekvédelemhez, a gyermekotthoni neveléshez, jól tudott bánni a gyerekekkel, jól tudta irányítani a rábízott intézményt. Más kérdés, hogy valaki személyiségében milyenné válik. Hát, kiderül, hogy sem Vásárhelyi, sem Csókai nem ért akkor a gyermekvédelemhez, meg én se, a 40%-ommal, és ez borzalmas hír. Ez azt jelenti, hogy a szakma, meg aki szakmáról papol, az nem ért hozzá, tehát hogy kellene talán fejlődni ebben a tekintetben. A másik borzalmas, hogy mi ez a szétválasztás? Mi az, hogy bizonyos emberek elkövethetnek dolgokat, és akkor attól ő szakmailag rendben van, pláne hogyha a két dolog összefügg. Hát én azt is megkérdezem, hogy rendben van-e annak a színésznek a szakmai teljesítménye, és itt mondjuk a Depardieu botrányra gondolok, aki amúgy zaklatja szexuálisan akár a színész kollégáit is. És akkor azt mondják, hogy nem, ezt külön kell kezelni. Én ezt botrányosnak találom, ezt a fajta gondolkodásmódot. Folytatjuk még mindenképpen ezt a témát, mert hogy még az urak nem is tudtak megszólalni. Egy pár perc szünet után tartsanak velünk. Folytatjuk a Civil Apáját a második része, Bódis Krisztával, Bódh Péter Ákossal, Magyar Györggyel és Zsolt Péterrel, és ugye nagyjából ott hagytuk abba, amit Csókai László mondott a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatójáról, hogy szerinte külön lehet, kell választani a szakmai hozzáértést és a személyiség defektusát. Hát elhangzott, hogy ezt nem nagyon lehet külön választani, és még ahhoz szólnék hozzá, hogy a rendőrség azért zárta le első körben a nyomozást, mert a gyerekek visszavonták a vallomásukat. És azért vonták vissza a vallomásukat, mert rákényszerítették őket, hogy vonják vissza a vallomásukat. A rendőrség meg hát tudomásul vette. Hasonló egyébként, hogy a maffia pereknél is a maffiát azért nem lehet elkapni, mert mindenki visszavonja a vallomását.
De ugye, tehát hogy akkor valami ott a rendőrség munkájával sem biztos, hogy stimmelt, amikor pár évre rá viszont ugyanebben a felállásban mégis sikerült ebben az ügyben áttörést. Ott már történt egy öngyilkosság egy gyerek részéről, és utána a gyerekek... Ezt kell hozzá, hogy és a gyerekek pedig? Vállalták utána bementek az öngyilkos gyereknek a baráta, és megtették a vallomásukat. Persze a rendőrök is érezhetik, hogy itt valaki visszavonja a vallomását, próbálkozhatnak, de hát, hogyha egyszer nem tesz vallomást, nem tudnak tovább lépni. Hát nem egészen van így, mert az elhangzott vallomásokat figyelembe lehet venni, ha visszavonták, akkor is. Ez egy mérlegelési kérdés, de inkább már a bíróságon zajlik. Nyomozás körében valóban, ha úgy érzi a nyomozó hatóság, hogy nem tudja bizonyítani a megjelölt tevékenységnek a vádszerűségét, akkor az ügyész mondja meg azt, hogy vádképes ez az összegyűjtött nyomozati anyag, vagy nem vádképes. A rendőrség adatgyűjtő feladatokat hajt végre, de az nem egészen van így, hogy az elhangzott vallomásokat visszavonják, akkor azok már nincsenek. Vannak, csak nem lehet összeállítani őket vádképességre. Ami az ügynek a belső kérdéskörét illeti, két észrevételem van. Az egyik az, hogy itt nem működik a jelzőrendszer ebben az egész szférában. Rendszerhiba, és nincs kontroll. Ez a kettő hiányossága elvezet odáig, hogy nincs szakember, nincs megfizetve, nincs eredményesség, és a gyermekek rosszabb körülmények közé kerülnek, ha bekerülnek egy nevelőotthonba, mert ki vannak szolgáltatva. Következésképpen nem éri el a célját a nevelés, és a gyerek sérelmeket szenved, nem pedig felkészítik a jövőre. Olvastam, mert nem vagyok komplett egészen, hogy miért kapott ez az illető kitüntetést, és ott megint jött egy ilyen pátoszos mondat, mert a gyermekek fejlődése, a gyermekek visszavezetése a családvilágába okozta, hogy ő olyan szakember, ami által kitüntetésre érdemes. Nagyon nagy baj van, hogyha ezeket mi felületesen vizsgáljuk, és osztogatjuk a díjakat, vagy értelmes emberek visszaadják azt a díjat, amit abba a csoportba kaptak, aki ilyen tevékenységet hajt végre, és ilyen értelemben megbicsaklik. Csak egy általános megfigyelés, hogy egy társadalom minőségét az jelzi, hogy a leggyengébb tagokkal szemben hogyan viselkedik. Tehát egy állam minőségét is hatásokát, hogy a legkiszolgáltatottabbakkal hogyan bánik, mert az erőseket, gazdagokat azt nem kell olyan támogatni, hanem pontosan azokat, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Egyébként, hogy kicsi ugye azt mondtad, hogy a következmények olyan kicsik, ugye hát végül is a következmények idáig elég jelentősek, mert egy miniszter, meg egy államfő, meg azért a református egyházon belül sem ért véget még a folyamat. Itt azt nem tudjuk. Balogh Zoltán azt gondolja, hogy véget ért. De azt gondolom, hogy a történetet nem tudjuk, nem ismerjük még mindig az egész. Tehát, hogy ez a Bicske, ez a személy, az az erdélyi szál, ez annyi szállal kötődik a miniszterelnök családjához, hogy én azt gondolom, hogy ez nem tud anélkül véget érni mi számunkra egy országban, egy következményekkel bíró országban, amikor azért nem látjuk tisztán, hogy ezeket a válaszokat. Nem kaptuk meg a válaszokat, és ez nagyon szomorú ügy, de pont azért, hogy ilyesmi ne tudjon előfordulni, szeretnénk választ kapni arra, hogy történt, és utána pedig valóban az, hogy ez az intézményi rendszer, ez jobban működne. A kettő nem egészen ugyanaz, mert egyik egy szakmai kérdés, a másik pedig azt gondolom, egy hatalmi kérdés, mert hatalom nyúl, ezek szerint tud belenyúlni a kitüntetésekbe, a felmentésekbe. Én ezt szeretném tisztázni. Igen, de ugye egy fontos reakciója volt mindig Orbán Viktornak, hogy egyedüli döntés volt, amit Novák Katalin megcsinált, ez egy hiba volt, de az személyes döntése volt, tehát hogy próbálja lezárni. Ez akarja zárni, mert a válságkezelésnek egy pozíciója. Le akarják zárni, mielőtt még tisztán látna az országnak az a része, amely eddig nem is értette, és hát azért ez túl nagy ahhoz, hogy menjünk tovább, ugorjunk, és akkor jön a következő. Ami a társadalmi elvárást illeti, azt láthattuk a két nap alatt összerakott 100 000-es tömeg megjelenésében, ugye? Mit vár el a társadalom? Ezt jogi felületen nem lehet kezelni. Alkalmatlan. A miniszterelnök, amikor kiáll, és amikor ez a balhé úgymond kiteljesedett, akkor ő kiáll, és azt mondja, hogy na, elmegyek a gránitszilárdságot újra fölbontom, és majd olyan rossz szabályokat fogunk hozni, hogy ilyen nem fordulhat elő, fel is négyelem azt, aki még egyszer hozzányúl egy gyerekhez. Ez nem megoldás. És bocsánat, csak egy mondat. A jog nem képes ilyet kezelni, és mögé bújni nem szabad,
Amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy nem jogászkodni kell, abban a pillanatban a második mondatával azt mondja, hogy majd jogilag kezeljük, kezelhetetlen. És lefordítom, hogy ez miért csak a felszín. Persze fontos, hogy jó törvények jöjjenek. Mindig eszembe jut édesapám, aki törvény előkészítésen dolgozó szakember volt a minisztériumban, és a magyarországi zöld felületek tartoztak hozzá, és iszonyú sok munkája volt abban, hogy szakmailag alá tudja támasztani azt, hogy miért ültetünk ide vagy oda egy virágot, de olyan szinten, hogy mivel a temető kertészet is hozzá, a temető zöld felületek is hozzátartoznak, neki a kegyeleti kérdésekben is teljes mértékben otthon kellett lennie. Tehát a jogszabályok az a csúcsa az egésznek. Alatta kell lenni egy olyan szakmai munkának, ami egészen lemegy nem csak a szakemberekig, hanem a hétköznapi emberekig. Tehát a jelzőrendszer azért nem működik, mert nem tudják az emberek, hogy mit kell jelezni. Ez most nagyon hülye hangzik, mert nyilván, hogyha megerőszakolnak bocsánat egy gyereket, és ezt látom, akkor gondolom jelzem. De vajon jelzem-e, hogy határsértően beszél egy pedagógus a gyerekeivel? Mondjuk olyan vicceket enged meg magának, akár szexuális felhangú vicceket, amik határsértőek, ami egy érzelmi abúzus irányába mutatnak. És vajon túlépem-e a hatáskörön, hogy túlbuzgok-e, ha egy ilyet észreveszek és megpróbálom kezelni? Nyilván egy ilyet mondjuk nem feljelentek egyből, ugye? Tehát, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzetet, hogyan differenciálunk? Konkrétan beszéltem egy óvónővel, aki azt észlelte, hogy a gyermekem vannak kékzöld foltok, mert észlelte, elment jelzőrendszerszerűen jelezni, és azt mondták, hogy jó, kivizsgáljuk. 8 hónap alatt semmi nem történt a jelzéséből fakadóan. Uh-huh. Mit fog csinálni a következő alkalommal? Évekig nem kerülnek, ugye én nem, az a helyzet, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mi terepen dolgozunk, most akkor mint érintett ember is mondom, hogy az egyik ilyen nagyon kemény faktor a bántalmazásba, és mondjuk például az emberkereskedelemben a szegénység, az egyik legfontosabb faktor, amiben a legkitettebbek a szegény gyerekek. És ugye ott van egy olyan elhanyagolás, ami nem a szülők hibája közvetlenül, hanem az az egész helyzet, amiben ők belekerülnek, és generációkon keresztül belekerülnek. És olyan kitettek a gyerekek, hogy itt egy nagyon komoly gyermekvédelmi rendszernek kéne működnie, és egy olyan állami gondozásnak, ahol nem azt érezzük mi szakemberek, hogyha oda kerül a gyerek, akkor ott aztán már vége van. És hogy több lépcsője legyen ennek, mert az állami gondozás, az innen nézve, ahol mi vagyunk, az maga a pokol, amiket mi hallunk, és látunk, és tudunk a gyerekekről. Sem ott nem működik a jelzőrendszer, sem lejjebb nem működik, és az egész áll, mint egy borzalmas mocsár. Borzasztó az egész. Na és hogy innen hogy lehet tovább lépni, erről szólt az első gyerekvédelmi kerekasztal ülése, ami szintén ezen a héten volt, aminek ugye az a különlegessége, hogy 6 abúzust elszenvedő áldozat hívta össze, és szerintem erről is érdemes megbeszélni, hogy ráadásul 6 olyan áldozat, aki különböző intézményi rendszerben szenvedte el bántalmazást, mert van köztük olyan, aki egyházi berkeken belül, van, aki gyermekotthonban, van, aki színészként, és van, aki úgy fogalmaz, hogy máig hivatalban lévő politikus áldozata volt. Most erről a kerekasztalról idézünk egy pár gondolatot, ami ott elhangzott. A gyerekek nagyon egyéni jeleket mutatnak. Az egyik ilyen, hogyha megváltozik hirtelen egy gyerek viselkedése, ha szorong, ha nem tud aludni, ha nem motivált a tanulásban, ha fél valamilyen felnőttől, vagy fél a többi felnőttől. Van a nem félünk csapatának egy stratégiája, mégpedig ez a két kövös kerekasztal. Nem véletlenül jöttünk össze ennyien ma, mert így kell elkezdeni egy munkát. Legalulóan. Azoktól kezdve, akiknél kezdődik, és ez a munka nálunk kezdődik, érintetteknél. A gyerekeknél folytatódik. Mindaz, ami történt, az egy olyan súlyos látlelete tulajdonképpen az egész magyar társadalomnak, hogy muszáj ezt szakszerűen felfejteni, hogy itt mi is történt, és mi is történik ebben az országban. Stratégiai, strukturális változás szükséges, olyan új rendszer kialakítása, ami a prevencióra helyezi a hangsúlyt.
és ami ténylegesen minden gyereket érint ugyanúgy, és tehát fókuszba veszi azt, vagy fókuszba teszi azt, hogy minden gyerek a miénk, és minden gyerekért vállalnunk kell a felelősséget. Ugye itt elhangzott az, hogy mennyire rossz a helyzet, és én a héten a Starban beszélgettem Hunyadi Krisztinával, aki gyermekvédelmi szakértő, és nagyon érdekes volt, hogy azt mondta el, hogy a szakmaközi szervezeteknek és a civil szervezeteknek az elmúlt években nagyon sok munkája volt abban, hogy a végére évek alatt leraktak az igazságügyi minisztérium asztalára egy olyan dokumentumot, ami összefésült a szervezetek közötti vitáspontokat is, és azt mondta, hogy kiépülhetne a jelzőrendszernek egy jól működő verziója, hogy pontosan tudja mondjuk a gyerekorvos vagy az óvónő, hogyha lát valamit, akkor kihez kell fordulnia, ő tudja, a rendőr tudja, hogy kell érzékenyen hozzányúlni, és a bíró is tudja, hogy mire figyeljen. Varga Judit volt az igazságügyminiszter, amikor az asztalra került ez is az adásban elhangzott, és ott megállt. Miközben például a gyermekvédelmi ombudsman személye is szerepelt a javaslatokban. Magyarán úgy tűnik, hogy azért a jó gyakorlat ott lehetne, valahol a politikai zöld lámpa nincs meg, de miért nincs? Tehát az oktatással ugyanez a helyzet, csak mondom, hogy fantasztikus anyagok vannak kidolgozva, tehát holnap el lehetne kezdeni. Egészségügy is hasonlatos. Vannak szakprogramok. Igen, egyrészt a civil szervezeteket nem ciki bevonni, meg a szakmai szervezeteket sem, és nem kell azt gondolni a hatalomnak, hogy amit nem én találok ki, az nekem politikailag veszélyes, mert majd az illető azt fogja mondani, hogy ezt mi hoztuk be ezt a gondolatot, mi pedig egy olyan politikai pártot szeretnénk, aki zöld, vagy kék, vagy piros. Tehát, hogy ez bekerül ez is a dologba. Vannak jó nyugat-európai példák, valamelyik skandináv országról láttam egy dokumentumfilmet a Euronews-on, amelyik arról híres, hogy abban az országban a legkevesebb az abúzus, és mutattak részleteket, a gyerekek is nyilatkoztak, hogy milyen órára mennek most éppen történelem óra helyett, mert egymás között is lehet ilyen. És hogy ennek a pszichológiai vetülete, ez milyen mély, csak egy gondolatot hagy mondjak, minél gyengébb valakinek az énje, annál inkább gondolja azt, hogy ő tehet arról, hogy őt bántották, tehát magában keresi el a hibát. Tehát a gyerekeknek az énjét is demokratikus módon kell erősíteni ahhoz, hogy ki tudjanak állni magukért, és nem magukat hibáztassák ilyen szituációkban. Ezek ismert tények, és lehet előrelépni, és szerintem most fogunk is. A magyar államot nem nagyon érdeklik a civilek. Nem érdekli a szakmaiság sem. Tehát a magyar tipikus miniszter, és ugye ez egy... hogy mondják, fejétől bűzlik, tehát ugye a tetejétől terjed az az attitűd, hogy én mindent tudok, mindent jobban tudok, és nekem ne jöjjön már ide okoskodni, ne jogászkodjon, vagy ne szakmázzon. Ne közgazdászkodjon. Na most ugye a közgazdászok is itt locsognak, fecsegnek, hogy a baj lesz ezzel a kínai... A beruházással. Én úgy értettem, hogy meg lettünk említve néhányan, Surányi György, Király Júlia, én, akik például az iparpolitikánál most fölemeltük magunkat, mert az év értékelő pártrendezvényen azért elhangzott egy fél mondat, hogy azokkal a közgazdászokkal. Tehát van ilyen attitűd, hogy mi mindent tudunk, és akkor jön az igazságügyi minisztériumban ezek szerint egy jól megírt papír, ami mögött ott állnak nagyon komoly neves emberek, csak hogy hát ők kik ők, hány hadosztályuk van nekik? És akkor, ha nincs hadosztályuk, esetleg... De jó, csak itt ugye, nem arról van szó, hogy politikai hasznot szeretne ebből valaki, hanem a végén az a gyerek áll, ül, szenved. Tehát, hogy én is visszamegyek arra, amit te mondasz, hogy megütötte a fülemet az évértékelő beszédbe a világpolitika színpada, Európa színpada, a színpad kifejezés. Hogy színpadon elég, ha úgy látszanak a dolgok, mintha tennénk. Ez a fajta a törvényhozás, hogy majd egy nagyon kemény törvényt, megnyugtatjuk az embereket. Mire vágynak az emberek? Megnézzük, ugye? Ez egy gyermeki létben tartás, mert a vágyak mentén való kielégítés, hogy már így maradjunk ennél a szakmai kifejezésnél, az egy ilyen nagyon egyszerű módja, az a nem a felnőtté válás, ugye? Tehát, hogyha én egyfolytában cukrot eszem, akkor túlsúlyos leszek. Gyerekként mit szeretnék? Egyfolytában cukrot enni. Ez történik most ezzel a szondázással, hogy megnézzük, mit szeretne a nép. Ez a cukros bácsi változat.
A cukor, na, behoztam, úgy látszik, ugye? Hogy ez itt lebeg körülöttünk. De hogy mit szeretnénk? Kemény törvényeket, kemény döntést. A színpadon mi ezt fogjuk, ezt a színdarabot fogjuk előadni. Ez a helyzet viszont annyiban, és akkor tényleg visszautalva erre a nagy tüntetésre, annyiban más a helyzet, hogy itt most nagyon erős társadalmi nyomás van az érdemi változtatásra. Ez vajon átviszi azt, hogy csak a színpadon változtatnak? Egy politológiai megjegyzés a sok szakmai mögött hagy tegyek. Mire való a civil szerveződés? Hogy az ügyeket kézbe vegye, megrángja, megcsócsálja, és földobja a politikának. Kedves politika, ezzel foglalkoznod kell. Ha igazságügyminiszter vagy, akkor azért. Ha orvos, akkor környezetvédelemmel foglalkozol, akkor azért. Nem a civilnek kell a megoldást megvalósítani, és nem is képes erre. De ha ő nincs, akkor a hivatal nem tesz semmit. Tehát, hogyha politikai értelemben nézem a dolgot, a civileknek az a dolguk, hogy forrón tartsák a tömegeket, ha kimennek az utcára, az is nagyon jó jelzés, és akkor politika meg kell oldani. Egyébként, ha nem oldod meg jól, egyébként politikus, ez a kerekasztal, ugye ez? Igen, ez a lényege. Csinálja, hogy első körben civilek, második körben politikai ajánlatok, és ezt összefésülni. Na, de közben ott van az az elvárás, hogy ne legyen a gyerekvédelem politikai termék. Nem, csak ez mit jelent? Csak zárom, az, hogy közjó. Tehát a politika az a közjóért való cselekvés sorozat. A közélet. Az a közélet. A közélet, igen, és a közjó is, a közjóért való munka is a politikának az a cél. Az a cél érdek. Én csak be akartam fejezni egy záró gondolattal, hogy teljesen természetes dolog, hogyha földobják ezt a bizonyos témát a politikának, a közfelületeket ellátó felületekre, és nem oldja meg jól, akkor jön a választás, és le kell váltani. Aki engem képvisel, vagy akit kineveztek a kormány oldalról, nem látja el azt a feladatot, amiért én odaküldtem. Ez a képviseleti demokráciának egyetlen egy módszere, meg leváltom. Sajnos csak 4 évenként van rá lehetőség. Közben ellen szeretnék mondani saját magamnak, mert az előbb azt mondtam, hogy... Jóba vagy magaddal, amúgy pszichológiai értelemet? Most kiderül. Szóval az előbb azt mondtam, hogy én látok erre pozitív fejleményeket, de így elkezdtünk elkanyarodni a civil társadalom megbecsülése felé, és annyira fordítva ül a hatalom jelen pillanatban ezen a lovon, tehát a civil társadalomtól nem ötleteket vár, amit meg akar beszélni, hanem azt akarja, hogy a civil társadalmat politikai termékként ő használhassa. Tehát ő mondja meg, hogy mit csináljon a civil társadalom, aki pedig veszélyes, azt megpróbálja ignorálni. Tehát amíg nem fogadja el a politikai hatalom a civil társadalomtól származó ötleteket, és a szakmában is veszélyt lát, addig nagy baj van. És szerintem ez a fajta attitűd nagyon nehezen változik meg. Angliában látok példát arra, hogy bizonyos katasztrófák után bevonják a civileket is a jogalkotási folyamatba is. No, de az egy nagy demokrácia, tehát, hogy erre van. Is bevonják, csak 2 nap van rá. Mivel viszont van ez az attitűd, ez ugye értek, és vannak a választások, amin nem történik adott esetben nagyobb változás, hogy ez az attitűd, de a bíró kormányzat mondjuk vagy megváltozzon, vagy leváltódjon. És a kérdésed, hogy és akkor a civilek mit tehetnek, dolgoznunk kell tovább. Tehát nem lehet feladni. Tehát csak ezt lehet csinálni. Ugyanis pont az a cél, hogy apátia legyen. Pont az a cél, hogy azt mondd, hogy ezt nem lehet megszüntetni. Ez sem választással, sem attitűdváltoztatással. Ha halálba dolgozzuk magunkat, és csak idáig jut a dolog, és erre egy dolgot tudok mondani, hogy a civileknek az is a feladata, hogy ne adják fel. És adtál megint egy kiindulási felületet. Akkor jön a jogalkotó, már megint az erőbb hatalomból fakadóan, ahogy elmahangzott az előbb, és azt mondja, hogy te vigyázz, mert én megfigyellek. A szuverenitási törvénnyel a civilt is üzenteti, és azt mondja, hogy ha meglátlak, hogy pénzt osztasz, vagy keresel, vagy dolgozol, és ezzel a választásokat befolyásolni akarod, abban a pillanatban beírlak egy nagy könyvbe, és indítok ellened egy eljárást. Hát ez az, ami tűrhetetlen, ezt nem kell egy társamnak elfogadnia, még ha meddőnek is tűnik a civil tevékenység, egyetértek, folytatni kell. És még hogyha ezért kemény áldozatokat is kell hozni, Navalnyi, van, aki az életét adta ezért a munkáért. Azért ez nagyon nem kevés, sőt minden.
Tehát ezt ilyen mértékben kell mérni, tehát egy ilyen vészhelyzetben, hogy így mondjam, egy ilyen társadalmi közegben, egy ilyen történelmi helyzetben, ilyenkor vagyunk megkérdezve. Jó kedvet csináltál nekünk. Bocsánat, civil, lelkesíteni próbál. Igen, tehát a korrupció ellenet civil küzdelmet folytatott, és hát ez igen kockázatos volt hát számára. A civilek számára, ha rangsorolni kell, akkor mi lenne a munkájukban most a legfontosabb? Az, hogy a politika számára összegyűjtsék a jó gyakorlatot, az, hogy az áldozatokkal foglalkozzanak, mert ugye az is elhangzik szakértőktől, hogy ezt a fajta gyermekvédelmi munkát 60%-ban most nem az állam védi, vagy csinálja, hanem a civilek, vagy az, hogy a társadalmat érzékenyítsék. Felsoroltad gyakorlatilag. Hát ezek a vagyok. Mindegyik, mert ez egyszerűen egy akkora... És kivenni ebből a vagyokat is, különben jól felvetés. Egy fontos dolog azért van, ugye mondtad, hogy a civileknek az a feladat, hogy dolgozzanak, feldobják, és a megvalósítást az pedig az állam. És ugye most nálunk nagyon megfordult a dolog, hogy a politika, nálunk nagyon megfordult a dolog, én, mint olyan civil, aki egyébként valószínűleg állami feladatokat látok el, és felépítettem egy olyan modellt, ami a nyomor megszakítására alkalmas, és oktatásfókuszú, és egy mini modell, tulajdonképpen egy államigazgatási modell. Ez nem a dolgunk. Viszont Iványi Gábornak dolga? Nem. Viszont ez itt egy kérdés, hogy az energiánkat hogy osztjuk be, vagy ezek, ezt a vagy-vagy, ez nem vagy-vagy, hanem valahogy az együttműködés, a civil együttműködésnek egy fontos eleme. Tehát azt mondani, hogy századik olyan mondjuk nem biztos, hogy kell, mint mi, de az a századik, aki akar valamit csinálni, az mondjuk csinálja a kerekasztalt, és mi együtt ismerjük egymás munkáját és erősítsük. És a mi tapasztalatainkat használják fel egy ilyen kerekasztalhoz, és így tovább. Tehát nem vagy-vagy, hanem egy jó koordináció, jó együttműködés, és törekedni arra, hogy mi aztán ne azt csináljuk életünk végéig, amit az államnak kell csinálni. Ez a tudatosság legyen bennünk, hogy mi azért dolgozunk a civilek többi civil alá, hogy azok még szakmaiabbak legyenek azok a javaslatok, mert tereptapasztalat van mögötte, és állj kész idáig. Csinálni és nem beszélni. Az utolsó részben a közjó és a szakpolitikákból visszamegyünk a pártpolitikába, Varjú László ítéletével fogunk foglalkozni, bár ő egyébként a közjóra hivatkozott, amikor ugye több ellenzéki politikussal 18 decemberében bementek a köztévébe, aztán történt, ami történt, majd felidézzük önöknek a reklám után, tartsanak velünk. Azzal folytatjuk, hogy szerintem a mi nézőink emlékeznek azokra az ominózus jelenetekre 2018 decemberéből, amikor ellenzéki politikusok az MTVL székházába bementek. A túlóra törvény ellen tiltakoztak, európai ügyészséghez való csatlakozást követeltek meg a független médiát, és köztük volt Varjú László is, a DK politikusa. Az ő ügyében most másodfokon született egy ítélet. Mutatjuk azokat a képeket, ami miatt ebből bírósági ügy lett. Egyen pólóban, táblákkal tiltakozó DK-s aktivisták a fővárosi ítélőtábla épülete előtt. A demokratikus koalíció szimpatizánsai Varjú László országgyűlési képviselő tárgyalására érkeztek. A politikust az MTV a székházban történtek miatt első fokon garázdaság büntettében mondta ki bűnösnek a fővárosi törvényszék, a testi sértés vádja alól viszont felmentette. Varjú Lászlót választási csalás miatt is elítélte a bíróság első fokon, mivel a vád szerint megpróbált visszalépésre bírni egy független képviselőt a 2018-as választások előtt. Varjú László vádlottat bűnösnek mondja ki testi sértés büntettében is, BTK 164 szakasz első és három bekezdés. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja, az ítélet ellen további fellebbezésnek lesz helye. A bíró indoklása szerint Varjú László szándékosan húzta ki az egyik őr lábát, ezért ítélte bűnösnek testi sértés miatt is a képviselőt. Az érvet a hallgatóság nem tetszése kísérte. A büntetés mértéke viszont változatlan maradt, vagyis Varjú Lászlónak 900 000 forint pénzbüntetést kell fizetnie. A döntés ellen a védelem felmentésért fellebbezett. Az ítélet mintegy fél órával később szóba került a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján is, ahol Kocsis Máté lemondásra szólította fel Varjú Lászlót. Aki viszont ugye úgy reagált mindenre, hogy ő a választóit képviselte 2018 decemberében, joga volt bemenni néven a köztévé épületébe, az ügyvédje elmondja, hogy nem volt veszélyben élőadás, és hogy egyébként a biztonsági őrök nem is intézkedhettek volna országgyűlési képviselőkkel szemben. És jogos védelemre hivatkozik, hogy őt támadják, tehát védekezik a mi felmentési fölött.
Hát ugye, kinek van igaza? Mindenkinek. Nem kitépte a lábát, csak kihúzta, azért egy nagy különbség, hogy kitépte volna egy őrlábát. Igen, akkor csak ugye azt mondták, hogy ebből sejthető volt, hogy elesik majd az őr. Szóval én az ügynek szokott fordulni bárkivel, igen. Az ügynek most véletlenül van jogi felülete is, de a kiinduló pont mégsem ez, hanem az, hogy mire való a közmédia. A közmédia arra való, hogy szolgáltasson információkat a közönség számára. Nem egyoldalú információkat, hanem lehetőleg objektív információkat. Ez ellen tiltakozni szabad. Ezért kimenni a utcára szabad. Ezért nyilatkozatokat tenni, országgyűlési képviselőnek fölvállalni egy ilyen ügyet szabad, amit nem szabad birkózni. Ha jogellenesen akadályozzák meg, akkor ezt a jogellenséget kell neki jeleznie. És volt is ennek az ügynek birtokháborítási, meg személyiségi jogi és egyéb következménye. Mégis azt gondolom, túlzás ezzel kapcsolatosan őt büntetőjogi felelősségre vonni, különösen büntetni, eddig lenne figyelmeztetni, helyre tenni, hogy mi a helyes magatartás. Nem kell szerintem a törvény szigorával vele és másokkal szemben elállni. Az egy másik kérdés, hogy mire van joga és mire nincs joga egy biztonsági őrnek. Ezt lehet már jogi felületen vizsgálni. De én azt gondolom, hogy itt a garázdaság is, meg a testi sértés is nagyon kérdőjeles büntetőjogi szempontból. Az eseményt kell értelmezni, és az eseményből fakadóan kell levonni azt a következtetést, hogy nem illik megpofozni mondjuk egy szórakozó helyen azt a biztonsági embert, aki azért van ott, hogy a részeget kitemperítse, mert ismerjük azt az alapviccet, hogy pasast kidobnak a kocsmából, fekszik a földön benne a sárba, és azt mondja, már pont menni akartam. Tehát én azt gondolom, hogy a biztonsági őröknek is van egy feladata. És ha a biztonsági őr a feladatát jól látja el, akkor nem veszük észre. Ha túllépi a hatáskörét, erre is van esély, nem az a jó reakció, hogy akkor én is beállok birkózni. Az... Most én nem vagyok jogász, és ezért egy hétköznapi emberként mondom, hogy úgy képzelem, hogy az a garázda, aki bemegy balhézni a tévé épületébe, verekedni ott, mert mondjuk részeg. És megbotránkoztatja a közösséget. Igen, tehát úgy csak úgy öncélúan úgy oda megy. Azt gondolom, hogy arra érdemes odafigyelni, hogyha egy képviselő, vagy tekintélyes emberek, vagy olyan emberek, akikre nem gondolnánk, hogy amúgy bemennek, vagy többen is bemennek, hogy akkor ott valami baj van, tehát hogy valamit ki akarnak ezzel fejezni, hogy itt ez egy szimbolikus demonstráció, ami van, és hogy abban a pillanatban, amikor ilyen jogi keretek közé kerül, elsikkadnak ezek az üzenetek benne. Gondolom nem véletlen, de nem tudom, lehet, hogy jogilag ez rendben van, hogy ezzel a választási csalással együtt tárgyalja a média is, meg mindenki ezt az ügyet, hiszen innentől ez ugye degradálja a szemét, hitelteleníti, és tényleg a kedves néző azt gondolja, hogy hát bement oda balhézni, hát ez nem szép dolog bemenni a tévébe bal. De ez egy bizonyítási kérdés, hogy én befolyásoltam valakit, hogy induljon vagy ne induljon, ez egy bizonyítási kérdés, tényleg jogi felülete van. Uh-huh. Amiről meg te beszélsz, az a társadalompolitika indítét, szabad-e így működtetni egy köztévét. De ez, amit a Kriszta mond, ez belefér egy bírói mérlegelésbe, mert ugye itt akkor egy bírónak azt kéne kitenni az asztalra, hogy jól működik vajon a közmédia, független a közmédia, egyáltalán megvizsgálhatja azt a kérdést, hogy esetleg arányos volt-e az a fellépés, amivel ott az ellenzéki politikai, már látom, hogy Magyar György ingatja a fejét, nem, a büntetőeljárás, a büntetőeljárás be van keretezve. Én is tudom. Csak azzal foglalkozik a büntetőeljárás, amit elévisznek. Igen, tehát direkt örül, a bíró, hogy egy keretben nézheti a dolgokat, és nem kell tágalban. Persze, az a társadalom feladata. A mostani vészterhes időkben én több ismerősömtől hallom, hogy jók voltak ezek a tüntikézések, meg tüntetések most, de hát miért nem volt olyan következménye, hogy legalább szétvertek volna valamit? Óriási igény van arra. És akkor most látjuk azt, hogy Varjú László véletlenül kirakta a lábát, és annak is ilyen következménye van. Hát talán ez egy ellenpélda. És még ami eszembe jut, hogy vannak a civil lakásvédők, akik nagyon jól kiképzik saját magukat, hogy hogyan nem szabad bántani a rendőrt, és hogyan kell passzívan ellenállni. Hát sajnos ezt mindannyiunknak meg kell tanulni, különösen, hogyha Varjú Lászlók vagyunk, és bemegyünk a tévében. Tehát. Én ugye voltam képviselő, és de nem birkoztam senkivel, de azért kell elmondani itt ezen helyen, hogy a képviselőt több jog illeti meg. És ezt, mert nem mindenkinek világos, hogy a képviselőt, az Európai Parlament képviselőt, a Magyar Parlament képviselőnek több joga van, mint, de arra nem vonatkozik a joga, hogy verje a feleségét,
hogy a szomszéd autókerekét kiszúrja, tehát az ő többletjog az abból adódik, hogy ő egy olyan funkciót lát el, amihez meg kell védeni, és itt vannak történelmi tapasztalatok, mert voltak olyan rendszerek Magyarországon, ahol pont említettem, hogy ezt a kisgazda súlyokról eszembe jutott, ő nem, de a másik ők eszembe jutott, aki nem lett miniszterelnök, mert a kommunista párt által irányított rendőrség lehetetlenné tette életét, mert nem védte meg a mentelmi jogot. Most az nem véletlenül van kitalálva. Tehát, hogyha valaki be akar menni egy közintézménybe, akkor ezzel a társadalmi feladattal, akkor azért őt be kell engedni. Pont. Mint miniszter, ez az eszembe jut, hogy az államtitkárom elment megnézni egy nagy vállalatot, egy nagyon fontos vállalatot, egy atomerőművet, ott a kerítés mellett ott nézelődött, kijöttek az őrök, és ráültek a hátára, és akik fölhívtak, hogy itt van egy ember, aki azt mondja, hogy ő az államtitkár. Mit csináltam? Mondom, hát küldjék fel Pestre, majd én elmondom neki, hogy ha be akar menni, mint államtitkár, akkor becsönget, és azt mondja, hogy jó napot kívánok. Tehát, hogy de azért most a képviselőkről beszélünk, tehát a képviselőnek több jár a mi érdekünkben. Mondom, ha magánemberként, ha gázol, ha iszik, és akkor minden rendes országban annak következménye, ha veri a feleségét, és rákenné egy kutyára, annak is kell, hogy legyen következménye. De hogyha egy közintézményt akar ellenőrizni, akkor azért be kell engedni, és hát erről fel kell világosítani azért az őröket is egy ponton. Ha mondjuk elkezdi a kamerákat rongálgatni, az más történet. Akkor rá kell ülni a hátára. Amúgy kell egy döntés hozni, hogy képviselő vagy forradalmár. Van egy kedves barátom, mert a tévé az egy nagyon érzékeny pont. Annyira érzékeny, hogy van egy dél-amerikai barátom, akik elfoglalták a televíziót. Ő azért volt benne, mert amúgy filmes is, kellett egy szakember. Elfoglalták, ami azt jelenti, hogy bementek, és leállították az adást, és adtak egy adást, és ez egyébként... Ugye ez közelebb Lengyelországban is megtörtént. Csak hogy igen, tehát a tévé valóban egy nagyon érzékeny pont, nagyon sok mindent ki lehet ezzel az akcióval fejezni, el kell dönteni, hogy hol vannak a... Na, ez az a döntés, amit az ellenzék évek óta nem tud, nem akar meghozni, és nagyon ingadozik a különböző eszközök között. Viszont most ezt a kérdést lezárjuk, és kinyitunk egy másikat, ami 2 éve itt van előttünk, mert hogy 2 éve hajnalban támadta meg Ukrajnát, Oroszország, 2 éve tart ez a háború. Összefoglaltuk, hogy most hol tart nagyjából. Szombaton lesz 2 éve, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. A teljes körű háború kitörésének 2. évfordulójáról a Dévai fogadóban is megemlékeztek. A fogadó az ukrajnai háború elől menekülő sérülékeny családoknak nyújt az élet szinte minden területére kiterjedő segítséget. Részt vesznek a reintegrációban, tanácsokat adnak és segélycsomagot is nyújtanak. 10 millió embernek a gyökereit szakította ki ez a borzalmas háború. Az ENSZ hivatalos adatai alapján Európában 6 millió ukrán menekültet regisztráltak, 500 000-an a világ más pontján találtak menedéket. 3,7 millió ukrán pedig ugyan Ukrajnában maradt, de kénytelen volt elhagyni az otthonát. A 2 éve tartó orosz-ukrán háború Európában a 2. világháború óta a legnagyobb menekült hullámot váltotta ki. És mivel ugye nincsen most köztünk katonai biztonságpolitikai szakértő, nagyjából azzal, hogy hol tart a front, azt lezárhatjuk azzal, hogy ugyanott, mert hogy áll-e a háborúba vált ez a konfliktus. Viszont ugye a héten friss fejlemény volt, amiről ugye már megbeszéltünk. Egyrészt Navalnyi halálra korábban és az arra adott reakciók, amire nagyon sokat kellett várni kormányoldali részről. Németh Zsolt érkezett meg, aki ugye a Népszavának nagyjából azt magyarázta, hogy itt a börtönviszonyokban nem kell beleszólni. Magyarországról, meg egyébként Európából sem, hogy azok milyenek Oroszországban. Talán még mielőtt rátérnénk a mostani eseményekre, azért menjünk oda-vissza, hogy a cím nem jó, nem lerohanta, hanem megrohanta. És ez elég lényeges ügy, mert ha lerohanta volna, tehát a 3 napon belül elfoglalják Kijevet, akkor most Csopnál orosz katonák vannak, és felkészül Észtország, ahol szintén aki 250 ezer orosz anyanyelvű észt állampolgár, elégséges sok, mert pont ilyen okkal támadta meg Oroszország Belaruszon keresztül és az orosz-ukrán határon keresztül. Tehát megrohanta, de nem lerohanta. Az elnök, akinek felajánlották, hogy kimentik
a támadás elől, mert hiszen reménytelennek nézett ki, azon, hogy nekem lőszer kell, és nem fuvar. És azért ebből is látszik, hogy egy-egy személyiségnek a szerepe a történelemben sokkal nagyobb, mint hogy egyébként a marxista közgazdászok szokták mondani, hogy az alap és a felépítmény, hát ez pont fordítva, a felépítmény diktálja, hogy mi van ott lejjebb. No, ezt csak azért mondom ide, hogy hál' Istennek nem omlott össze az ország, mármint Ukrajna, és olyannyira, hogy fel is gyorsult benne egy európai zálódás, egy nemzetállamépítés, és stb. Having said that, mindezt elmondom, hogy most az Oroszország, mert ugye most elkezdtem mondani az orosz, hogy mi van Oroszországban. Hát, Oroszországban állítólag 15 éve lehet arra kapni, hogyha valaki azt mondja háborúra, hogy háború. Na most egy olyan országról van szó, ami hazudik a saját embereinek. Különleges hadművelet. Ha nem azt mondja, hogy ez egy különleges hadművelet, amelyikben ugye nem tudom, 200 000 ember halt, meg ott 300 000 orosz katona. És 6 millió menekült. Nem tudom, tehát és akkor ugye, de csak azért mondom, hogy ez az a közeg, amiben a magyar politika képtelen volt az első perctől kezdve, a mind a mai napig őszintén beszélni, hogy van egy agresszor, aki nem először, és nem csak itt, mert az 2008-ban is volt, és egy potenciális agresszor, mert ha ez megnyerte volna, akkor jönnek a többiek, és egyébként van egy politikai vezető, Putyin, aki ilyen örökös vezetőként, aki egyébként megüzente a magyar miniszterelnöknek, hogy a mi NATO csatlakozásunk az egy hiba volt, vissza kell állítani azokat az időpontokat, amikben Magyarország nem NATO tag, és ezért majd megvédi magát. Na, come on, hát ugye megvédem. Na, ez az a szituáció, amiben a magyar politika nem szól, legalább az említett, általad említett fizetéses képviselő Navalnyit szóba hozta. Legalább. De ez már nagy teljesítménynek számít. De eltoltam. Ami Magyarországon, és utána kapott a saját oldaláról, el tudom képzelni tüzet, és utána mondott mást is, de én csak az megállapítom, a lényeget, Péter. Hogy ő legalább beszélt. A 27 európai tagországból 26 kormánya szóba hozta a Navalnyi ügyet nagyon keményen, hogy a 27. az nem siett el a állásfoglalás. Eltolta ezt az egész megszólalást egy cinikus, börtönviszonyos válasszal. Ez abszurd. Ez hiba, ez egy hiba. Nem hiba, ez bűncselekmény. De legalább ő megszólalt, hát a külügyminiszter mit mondott? Hát minden relatív. Miközben találkozott Navalnyi özvegyével, csak igen. Azt igen. Annyira nem tette ki az előtérbe. Hát tudjuk, hogy nem szólt. Tudjuk, hogy minden relatív, hát következésképpen ő legalább megszólalt, mondtad te. Hát, ettől ez a dolgozat ettől még egyes. Tehát ebből még ez nem lehet értelmezni, és nem lehet értékelni. Ne azt, hogy is mondjam, szóval most nem, őt akarom szerintem megvédeni, hanem, hogy ne azt a Németh Zsoltot fikázzunk, aki legalább megszólalt, az összes többi meg cinikusan hallgat. Jó. Beleértve az a megszólalás is cinikus, maradjunk abban, mert azt mondja, hogy ennek az embernek a halála az ottani börtönviszonyokkal van szoros összefüggésben, majd azt mondja, hogy mi nem szólunk bele ugyanabban a mondatba, nem szólunk bele más ország börtön kategóriájába. Bocsánat, ez egy üzenet volt az általunk is ismert olasz antifasiszta hölgynek a büntetőeljárásával kapcsolatos diplomáciai botránnyal, hogy mi is kifogásoltuk, és az olasz közvélemény igen jelentős mértékben kifogásolta a magyarországi börtönviszonyokat és a vele való méltatlan bánásmódot, és itt visszaüzen, felhasználja Navalnyi halálát arra, hogy onnan se szóljanak már bele a magyar börtönviszonyokba. A magyar börtönviszonyokba bele kell szólni, mert tűrhetetlen állapotban vannak. Figyeljetek, hány területet felfedtünk már itt? Oktatás, gyermekvédelem, börtön. És én most szeretnék egy média-szociológiai megjegyzést tenni, mert ugye Navalnyit meggyilkolták, már korábban is meg akarták gyilkolni, és ezek a börtönviszonyok azt eredményezték, hogy vagy azért halt meg, vagy pedig itt is gyilkosság történt, legalábbis az orosz közvélemény is így fogja föl. És amikor nézem az összeállításokat Navalnyinak az életéről, akkor a nyugati médiánál is azt úgy fogalmaznak mindig, hogy egyes politikusok szerint Putyin akarta novicsokkal megmérgezni Navalnyit. És ez az egyes politikusokra való hivatkozás helyett, ez egy ilyen politikailag korrekt beszéd, nem meri fölvállalni a média, hogy nem egyes politikusok szerint, hanem valóban Putyin akarta meggyilkolni, és bizonyíték van rá,
tessék szíves lenni megnézni a Navalnyiról készült filmet, amiből egyértelműen kiderül, hogy ki követte el vele szemben a merényletet, és hogy az meg be van kötve Putyinhoz. Tehát, hogy miért nem tudjuk kimondani azt, ami a valóság. Most egy kicsit nem Navalnyi, hanem a háború. Hogy iszonyúan szomorú vagyok, hogy az iskolákban a történelmet csak nevekkel és évszámokkal tanítják, és összefüggésekkel nem. Mert én most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Zsindai Ferenc naplóját a miniszter a fronton olvasom, ami a 39-től 44-ig egy teleki miniszterelnöki államtitkárnak, egy más következő, és a Kálai kormánynak a kereskedelmi minisztere. Tehát 43-ban mondja azt, hogy köszöni, ebből ő nem kér, úgy, hogy a közvéleményre hivatkozva, és annak a nyomását fontosnak tartva gondolja azt, hogy a zsidó törvényeket meg kell szavaztatni, és nagyon keményen dolgozik azért, hogy a felsőházat átállítsa a ravasz beszéde után, aki ugye ott végre kiáll ez ellen, a folyamat ellen, és nem akarja megszavazni, hogy megszavazzák a közvéleményre, ugye ezt szondázzuk, mire vágyik. Hova vezetett ez a fajta gondolkodásmód? Vagy hova vezetett az, hogy Teleki kormányzása alatt az Anschluss és a Lengyelország, most kicsit toltam az évszámokat, de hogy a lerohanása a szomszédos országoknak hatalmas menekültválságot okozott, és az, hogy nem mertek és nem is akartak a németekkel ennyire konfrontálódni, egyrészt a zsidó törvények megszavazódnak, másrészt amúgy a lengyel menekülteket, meg a velük jövő zsidó menekülteket, maga a kormány segíti, hogy illegálisan elhelyezkedjenek. És közben elvileg angol barát, vagy angolszász barátságban hisznek, és Európa felé kacsingatunk. És azt mondod, hogyha évszámok nevek helyett okokozatokat tanulnának a gyerekek? Ez borzalmasan ugyanazt érzékelem én, egyszerű állampolgárként. Túl érzékeny vagyok, de minden esetre érdemes talán erre figyelni, hogy akkor is, ha itt nem teljes lerohanás van, hogy valahogy ez az egész, minthogyha nagyon hasonlítana egymásra, hogy tanulunk mi ebből, vagy... Mi békepártiak vagyunk, tudod jól. Akkor is mindenki békepárti volt. De csak mi mondjuk. És semleges, és a német nyomást ugyanúgy elítélték, nem szeretnénk a németek csatlósai lenni. Volt egy 73 éves hiú, szenilitásba hajló, ezt nem én mondom, hanem Zsindai Ferenc remek ilyen kis karakter, leírásokat ad kormányzó. Na, az, hogy tanulunk-e mi ebből, ezt a kérdést, ezt odarakjuk most a nézők elé, így az adás végén. Köszönöm szépen a véleményeiteket, önöknek pedig a figyelmet. Jövő héten újra számítunk, majd rámaradjanak addig is itt az ATV-n. Szép estét!